köztársaság válsága. A Krisztus előtt második század végére a római városállam a sorozatos hódításoknak köszönhetően magába foglalta a földközi tenger medencéinek nagy részét. Ez a gyors és kiterjedt területi változás alapvetően formálta át a társadalmat, a gazdaságot és a politikai életet, és rendkívüli mértékben aláásta az addig meglehetősen jól működő köztársasági rendszert. Az első és legfontosabb változás a parasztok számára az volt, hogy jelentős részük elveszítette a megélhetését. Ennek az oka az volt, hogy az állandó háborúkban elsősorban ők szolgáltak katonaként, és mivel rengeteget voltak távol a birtokaiktól, nem tudták azokat művelni. Emellett a nagybirtokos patríciusok sorra kisajátították közföldeket, és hatalmas birtokokat, azaz latifundiumokat hoztak létre, amelyen olcsó rabszolgamunkaerő és jobb, fejlettebb módszerek segítségével sokkal olcsóbban és nagyobb mennyiségben tudtak élelmiszert előállítani. Az állandó távollét, a nagybirtokosok által támasztott verseny és a háborús pusztítások a római parasztok nagy tömegét tették földön futóvá, és ezzel a hadsereg bevethetősége is megrendült, hiszen nem állt rendelkezésre elegendő katona, mivel a római hadsereg a kisbirtokos parasztokra épült, és ha nem volt elegendő önmagát felszerelni és ellátni képes katona, nem tudták feltölteni a légiókat, pedig a növekvő területek mellett egyre nagyobb szükség volt a hadseregre, egyre több katonára volt szükség. Mivel egyre több kisbirtokos paraszt menekült a városokba, miután elvesztették a földjeiket, és éltek állami segélyen, valamint a szavazati jogaik eladásából, ezért egy más módot kellett találni arra, hogy a hadsereget feltöltsék katonákkal. Erre a megoldást Marius, római hadvezér és konzul találta meg, aki elsőként állított fel zsoldosokból álló hadsereget. A hagyományokkal szemben ebben a zsoldos hadseregben bárki katonává válhatott, nem volt szükség birtokra, nem kellett magát felszerelni, hiszen mindent, a ruhát, a fegyverzetet, az élelmiszert a hadsereg biztosította. Ezen kívül kaptak zsoldot, és hogyha túlélték a 16-20 évnyi szolgálatot, akkor a leszerelésük után kaptak földet a meghódított provinciákban. Ezzel egy új típusú hadsereg jött létre Rómában, a zsoldos hadsereg. Professzionális katonákról van szó, akiknek a legfontosabb célja a győzelem volt. Ezért mindenben tűzön vizen átkövették a vezéreiket, hiszen csak tőlük remélhették a győzelmeket. Például az egyik legfontosabb ok, amiért ezt a professzionális zsoldos hadsereget létre kellett hozni, az északi germánok jelentette fenyegetés volt. Több ízben is betörtek Itáliába, és Máriusnak erre az új, modern, professzionális hadseregre támaszkodva képes volt megállítani a germánok invázióját, és biztosítani Itáliát az északi népek támadásától. Ezzel párhuzamosan azonban az ambíciózus hadvezérek a saját
csapataikra támaszkodva megpróbáltak minél több hatalmat kisajátítani, megszerezni a római köztársaságban, és gyakran egymás ellen fordulva polgárháborúkat robbantottak ki. Ezt a katonai küzdelmeket, amelyek a politikát is befolyásolták, remekül tükrözi a Gracchus testvérek sorsa, akik a Krisztus előtt második században megpróbálták helyreállítani a római kisbirtokosok osztályát, megpróbáltak földet osztani a nincstelemeknek, megpróbálták a latifundiumokat felosztani a leginkább rászorulók között. Azonban nyilvánvalóan a nagybirtokos római patríciusok ellenezték a terveiket, és a politikai viszály hamarosan vérontásba torkollott, és ez adta meg a nyitányát az első század legvégén és a Krisztus előtti első század elején is tapasztalható polgárháborúknak. Az egyik legkegyetlenebb módszer arra, hogy elnémítsák a politikai ellenfeleiket, a listázás volt. Bárki, aki egy római politikus vagy hadvezér ellenségének minősült, és a neve szerepelt egy ilyen proszkripciónak nevezett listán, megölhető volt, büntetlenül, sőt, még jutalmat is kapott a gyilkos érte. Ez, valamint a választások rendszeres elcsalása, a szavazatvásárlás aláásta a római közintézményekben a bizalmat, és az emberek egyre inkább elfordultak a hagyományos köztársasági rendszertől, hiszen csak vérontást, korrupciót és viszálykodást szült. A másik nagyon komoly probléma Itáliában a rabszolgák növekvő száma. Becslések szerint a Krisztus előtti első században az itáliai lakosság, a lakosságon belül a rabszolgák aránya körülbelül 35-40% volt. Ez egy óriási szám. Ezt a nagy mennyiségű, nagy számú rabszolgott tömeget kizárólag egy jól működő és erős hadsereggel lehetett féken tartani. Mivel a római köztársaság nem vált már a helyzet magaslatán, és a hadsereg is utánpótlási gondokkal küzdött, valamint az állandósult polgárháborús helyzet is meggyengítette az állam helyzetét, ezért a Krisztus előtt a második század végén és az első században egyre gyakrabban robbantak ki rabszolgafelkelések. Ezek közül a legfontosabb a Spartacus felkelés volt Krisztus előtt 74-től 71-ig. Több éven keresztül barangoltak a lázadó rabszolgák Itáliában, míg a rómaiaknak sikerült leverni ezt a hatalmas felkelést. Bosszúból a túlélő 6000 embert keresztre feszítették a Kápua és Róma közötti út teljes hosszában, hogy elrettentsék a többi rabszolgát attól, hogy fellázadjanak. Amire meglehetősen nagy esély volt, hiszen a rómaiak a görögökhöz hasonlóan beszélő tárgyként tekintettek a rabszolgákra. Az itt látható forrás is arra utal, hogy mindössze beszélő eszközként gondoltak rájuk, és gyakorlatilag az állatokhoz, szekerekhez, egyéb szerszámokhoz hasonlóan bántak velük. Ezek az okok vezettek ahhoz, hogy a Krisztus előtt első század közepére a legtöbb rómainak elege volt a hanyatló köztársaságból, és helyette inkább
Egy erős kezű vezetőre vágytak, akik megvédik őket a polgárháborútól, a rabszolgalázadásoktól, és eközben képes arra, hogy tovább folytassa a római hódításokat, és ezzel gazdagságot, újabb birtokokat és olcsó rabszolgákat biztosítson Rómának.